Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, Önök aktuális című műsorunkat látják, én Németi Zsuzsa vagyok. Mai műsorunk helyszíne a Homorót fürdői Lobogó Resort. Vendégeim pedig Bíró Barna Botond, Hargita megye tanácsának alelnöke, Szabó Károly, a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás ügyvezető igazgatója, valamint Görgice Sándor, a Lobogó Resort menedzsere. Velük beszélgetek a Visit Hargita legújabb kezdeményezéséről, a Family Friendly, azaz családbarát projektről. Tartsanak velünk! Pár héttel ezelőtt már beszélgettünk, ugyancsak egy aktuális műsorban a Visit Hargita új projektjeiről, új tervezetekről, új tervekről. Múlt héten ugye egy sajtótájékoztatón Székelyudvarhelyen bemutattátok a Family Friendly, vagyis családbarát kezdeményezést. Mit is jelent ez tulajdonképpen? Azóta nagyon sok minden megvalósult, amiről beszélgettünk. A családbarát kezdeményezés az gyakorlatilag azt szeretnénk elérni ezzel, hogy a megyét az országos és nemzetközi piacon egy családbarát helyi pozícionáljuk be stratégiailag. Ez a mostani időszak is hozzájárul ahhoz, hogy valószínűsíthető az elkövetkezendőkben a trendek turisztikai téren a visszafogottabb, szűkebb körű családbarát helyeket fogják előnyben részesíteni a turisták. Ezért mi úgy látjuk, hogy rájátszva a megye adottságaira, ami amúgy is megfelel ennek a kritériumnak, így ilyen stratégiai ág mentén szeretnénk elindulni. Ehhez segítséget is kértetek, ugye? Vagy párhuzamosan ezzel indult egy másik történet, ugye influencerekkel dolgoztok. Igen. Ez a két külön dolog, viszont egyik erősíti a másikat. Tehát nekünk pont amikor volt a sajtótájékoztató, arra az időszakra időzítettünk egy 17 fős blogger csapatnak az itt létét, ami a megyében, most ezúttal az Emmel-Udvarhely környékén tartózkodott. És hát nem mindegy az impaktja, amikor csak a helyi sajtónak és esetleg egy-két tévének kommunikáljuk le, vagy pedig van nemzeti sajtó képviselője, és hát összességében ennek a társaságnak több mint 1 millió követője van a közösségi médiában, és azt azért tudni kell, hogy az utóbbi időben nagyon megváltozott a turizmus mechanizmusa. Ezeket az embereket nagyon sokan követik, utánozzák őket adott esetben, és ez egy nagyon jó módszer és költséghatékony módszer arra, hogy felhívjuk a megye adottságaira a figyelmet. Hogy dolgoznak ők tulajdonképpen? Mi az ő módszerük? Ezt el tudnán magyarázni? Igen, hát itt több féle influencer személyiségről beszélünk. Van, aki nagyon erős Instagramon vagy Facebookon, van, akinek viszont a blogját követik. De ugyanakkor a csapatban volt az Observator úrnak a csapata, a Forbes-nak az egyik riportere, az Adever úrnak az egyik riportere, és ennek a munkásságnak és ennek a néhány napnak köszönhetően nagyon-nagyon sok jó anyag született a megyéből, ami azért évekig ott kering a világhálón, és hogyha valaki rákeres Hargita megyébe, akkor ezeket feldobja, ezeket a véleményeket, cikkeket, és ezek mind pozitívan befolyásolják a fogyasztók döntését arra vonatkozóan, hogy milyen helyszínt választanak a családi nyaralásra. Kidolgoztunk a családbarát kezdeményezés kapcsán egy minimális kritériumrendszert, amelynek meg kellett feleljenek azok, akik szerették volna első körben elnyerni ezt a minősítést. Nagyon egyszerű dolgokról van szó, ami viszonylag könnyen teljesíthető, tehát hogy legyen egy gyerekmenü a vendéglőben, legyen egy tetőszék, a illemhelyén esetleg legyen egy pelenkázóhely, egy fellépőke vagy WC-szűkítő, legyen egy zárható tér, egy udvar vagy egy elkerített játszósarok, ahol a gyerek önfeledten tud játszani, amíg a szülők kicsit tudnak lazítani. Tehát alapjában véve arra mentünk rá, hogy legyenek ezek a helyek biztonságosak a gyerek számára, és hogyha a gyerek jól érzi magát és önfeledten játszik, akkor a szülő is tud lazítani. És ezen a szűrőn, amit mi felállítottunk, 52 hely ment át összesen, tehát vendéglő és szállásadó hely. Ez mind Hargita megyében? Ez Hargita megyében van, igen.
Azt tudni kell, hogy Hargita megyében a 500 vendéglátó egység működik, viszont ez nem egy egyszeri alkalom. Mi azt szeretnénk, hogy ezt a fajta kezdeményezést és odafigyelést erre a típusú vendégkörre azt tovább erősíteni a szolgáltatók körében is, hogy ismerjék fel ők ebben a piaci lehetőséget. Itt ülünk Homorót-fürdőn, a Lobogó Resortban, Görgice Sándorral, a menedzserrel tulajdonképpen, ugye? Igen, sziasztok! Szervusz, szeretettel köszöntelek! Mesélj nekünk egy kicsit a panzióról azoknak, akik még nem jártak itt, akik nem tudják, hogy milyen is a Lobogó, egykori Lobogó panzió, most már Lobogó Resort, ugye? Így van. Köszönöm, hogy megkaptuk ezt a lehetőséget, örvendek, hogy itt vagytok nálunk, és be tudom mutatni a resortot. Tulajdonképpen ez a Lobogó panzió az erősen nagyon ránk ragadt, és az a névvel futottunk fel. Ez egy önerőből saját kezdeményezés alapján tulajdonos urunk és családja építette ezt a most már resortot, hál' Istennek. Évről évre fejlesztéseket végeztünk, jelenleg is végzünk, és oda jutottunk, hogy a panzió megnevezést már a resortra le tudtuk cserélni. Ez egy magasabb kategóriájú szállás helyet jelent, amely tulajdonképpen nem csak szállás helyet biztosít, hanem szolgáltatás csomagot, szolgáltatásokat nyújt a turistáknak. Tehát aki egy resortba jön, az több dolog közül választhat, és több mindennel tud foglalkozni, tudja szórakoztatni és saját magát, családját, úgyhogy ezért lettünk mi egy resort most már a mai napra. A lényeg az, hogy szeretnénk, hogy minél tovább bővüljön itt Homorót-fürdőn ez a mi kis panziónk és szolgáltatásaink. Nagyon örvendünk annak, hogy évről évre egyre több a vendégünk, és szeretnek minket. Mondjuk el konkrétan, hogy mit talál itt a család, hogyha igen, hát úgy dönt, hogy egy hosszabb hétvégére, vagy akár egy hétre, két hétre eljön ide. Igen, tulajdonképpen van több mint 100 fő részére szálláshelyünk, a hotelünk. Ez egy háromcsillagos hotel, amely minden normát is biztosít a szállóvendégeinknek, és minden normát teljesítünk, hogy kényelmesen tudják eltölteni itt esetleg a hosszú hét. A szálláshelyünk mellett étterem is működik, amelyben étkeztetünk, tehát reggeli és vacsora is jelenleg benne van a szállásajánlatunkban. Emellett van egy szabadtéri strandunk, ahol jelenleg most ülünk, és ez a szabadtéri strand mellett működik egy wellness részlegünk is, amely sajnos a járványhelyzet miatt most jelenleg nem működik, de üzemelni fogjuk, amint a járványügyi helyzet is ezt megengedi, és tudunk nyitni. Emellett van egy nagyobb konferencia termünk, itt lehet családi rendezvényeket, családi eseményeket, esküvőket, keresztelőket tartani, valamint grillterasszal, meg kisebb ilyen játszórészre várjuk a családokat, ahol a gyerekek, meg a felnőttek is megtalálják a szórakozás kedvüknek valót, tulajdonképpen dartozhatnak, a gyerekek csocsózhatnak, tehát próbálunk minél több szórakozási lehetőséget biztosítani a családok számára. Elég jó helyzetben vagyunk a helyszínnel. Az a szerencsénk, hogy nagyon közel van a Madarasi Hargita, közel van az Etelaki víztározó gát, közel van hozzánk a varsági csorgókővízesés, tehát ezek mind olyan szép természeti adottságok, amelyeket itt akár egy napos, egy félnapos kirándulással bármelyik család eljárhat, megnézhet, és vannak partnereink, akik tudnak biztosítani elektromos biciklik túrák, elektromos bicikliket, vagy esetleg gyalogtúrákat is szervezünk itt Homorót-fürdőn. Medveles, meg bármilyen lehetőség nyílik ahhoz, hogy itt egy család jól érezze magát több időn, hosszú időn keresztül is. Ugye ti is elnyertétek ezt a tanúsítványt, a Visit Hargita tanúsítványát, ami azt jelenti, ugye, hogy családbarát szállásadók vagytok.
Ez tulajdonképpen minek kellett megfelelni? Milyen Igen. követelményeknek kellett megfelelni? Igen, tulajdonképpen számunkra ez már adott volt, mert mi úgy építettük fel az egész vállalkozást és az egész helyszínt, hogy családbarátok legyünk. Nekünk nagyon sok a visszajáró vendégünk, visszajáró családjaink, akik azért szeretnek ide járni, mert évről évre megpróbálunk nekik minél többet nyújtani, és arra vigyázunk, hogy a család jól érezze magát. Úgyhogy mi nagyon örventünk a Visit Hargita kezdeményezésnek. Tulajdonképpen semmi pluszot nem kellett mi előkészítsünk, mert adott volt, tehát az étteremben van gyerekmenünk, a szálláshelyek pótágyazhatóak és kényelmes apartman, családi szobáink is vannak a hotelben, ahol akár több gyerekes családok is elférnek. Itt a strandon, ahol jelenleg vagyunk, van egy gyerekmedencénk, van egy kicsi játszóterünk, van egy fedett játszóterünk az egyik szállás épületünknek az alsó részén, meg amint említettem, a szórakozási lehetőségek a fiataloknak, a csocsó, dárc, ez is adott. És nagyon sokan szeretik az ilyen családi egynapos kirándulásokat, erre tökéletesek a túraútvonalak, vagy a biciklis kirándulásaink, vagy nagyon sokan jönnek, akik csak a medve hírét hallják itt Erdélyben, és medvelesre is járnak. Ez egy biztos pontnak minősül, hogy homorót, fürdőn, aki medvét akar látni, az ide kell jöjjön. Így van, nyugodtan jöhetnek. Úgyhogy tulajdonképpen mi minden évben próbáljuk azt elérni, hogy minél több család jöjjön. A visszajelzések alapján mondom én azt, hogy ez úgy néz ki, hogy sikerül, és most sem állunk meg. Van egy sípályánk, amit az előbb nem említettem, az a nyári időszakban a strand, a téli időszakban a sípályánk az, ami a családoknak megfelelő. Ez egy tanuló kezdő sípálya. Itt nagyon sok olyan vendégünk van, akik évek óta visszajárnak, a kicsi gyermekek itt tanultak meg sízni, itt léptek először sílécre, és nagyon örvendenek, hogy ide visszajöhetnek hozzánk, és tulajdonképpen sokszor kaptunk olyan dicséretet, hogy a Poyana Brassó mellett nagyon szeretik, hogy ide tudnak jönni, mert minden egy helyen van, és próbálunk ügyelni arra, hogy legyen minden szolgáltatás. Így gyerekmenütől kezdve az étterembe, a gyerekoktatásnak, a síoktatásnak nagyon sok hangsúlyt fektetünk, tehát várjuk, hogy minél többen jöjjenek, minél több család. Kicsit visszatérve az étteremre, tulajdonképpen hány embert tud befogadni? Tulajdonképpen az éttermünk az két emeletes, és így van nekünk egy úgymond alsó és egy felső teraszunk, amely befogadó képessége a 100 szálló vendégünket kényelmesen el tudja látni a 100 szálló vendégünket, úgy, hogy betartjuk közbe az előírásokat is, a járványügyi helyzetre való tekintettel nagyon ügyelünk arra, hogy minden előírást betartsunk, és hogy vigyázzunk úgy a vendégeinkre, mint a saját kollégáink egészségére. A kicsi gyermekek és családjaik ülhetnek együtt, de vigyázzunk, hogy az asztalok között meg legyen az előírt 2 méter, és hogy kézfertőtlenítő legyen úgy a vendégeink számára, mint fertőtlenítve legyen minden egyes vendég után a teraszon lévő asztalok, meg eszközök, bármi. Hogy látjátok, mert ez teljesen természetes, hogy mindenhol visszaesett a forgalom. Nálatok újra indult a turizmus, vagy még mindig hagy kívánnivalót maga után? Igen, a tapasztalat az, hogy az emberek elindultak, a családok elindultak, szeretnének most már utazni, szeretnék, örvendetes az, hogy szeretnék belföldön elkölteni esetleg a pénzüket, és itt szeretnének nyaralni. Igen, az a tapasztalat, hogy elindultak, de mégis ez a bizonytalan járványügyi helyzet oda vezet, hogy nagyon sok a visszamondás, nagyon sokan félnek elindulni az utolsó pillanatban, nagyon követik azt, hogy tulajdonképpen hányan vannak, vagy hány fő betegedett meg az adott pillanatban azon a területen, igen, ahova szeretnének jönni. A napokban is több visszamondásunk volt, ami természetesen rugalmasan kezelünk, hiszen nekünk is az a fontos, hogy aki itt van, az jól érezze magát, és biztonságban érezze magát.
Hogyan lehet titeket elérni, megtalálni? Facebookon? Igen, igen, van elérhetésünk Facebookon, Lobogó Resort néven, ugyanezen a néven Instagramon is fent vagyunk, de a weboldalunk a www.lobogo.ro az működik folyamatosan. Ezen a weboldalon van két élő kameránk is, amelyen lehet követni a sípályát, valamint a strandot. Ezt is azért üzemeljük, hogy lássák a vendégek, hogy ha tumultus van és úgy érzi, hogy neki nem biztonságos, akkor ne jöjjön hozzánk, és lássák azt, hogy mennyien vannak nálunk, valamint hogy milyen szolgáltatásokat tudunk nyújtani. Ott a weboldalunkon mindennek a leírása megtalálható, valamint online lehet foglalni a szálloda részre is, viszont a recepción jelentkezhetnek bármikor a telefonszámainkon. Ha az adott pillanatban éppen foglaltak a kollégáink, akkor utána biztosan, hogy visszahívják a vendégeinket és válaszolnak a kérdéseikre. Elfogadtok-e vakációs jegyet? Igen, igen, elfogadunk vakációs jegyet, és az előbb is szerettem volna mondani, hogy az a tapasztalat, hogy a vakációs jegyek segítettek úgymond a turizmuson, az, hogy meghosszabbították a vakációs jegyek lejártát, tulajdonképpen abban segítette a turizmust, hogy így el tudják használni, és olyanok is eljönnek hozzánk, akik amúgy nem jöttek volna el, és felfedeznek minket, így egy kicsit jobb a helyzet, mint hogyha nem lett volna ez a vakációs jegy meghosszabbítás. Vannak egyébként visszajáró vendégek? Igen, tehát nekünk örvendetes azt mondanom, hogy legalább 80% visszajáró vendég. Wow. Nagyon sok visszajáró vendégünk van. Ezzel úgy a személyzettel, mint bármilyen adottsággal nagyon sokat foglalkoztunk. Próbálunk közvetlenek lenni a vendégeinkkel, beszélgetni, szóba elegyni, hogy érzik magukat, minden visszajelzést meghallgatunk, ha jó, ha rossz, és próbálunk javítani, hogy minél jobb legyen bármilyen szolgáltatásunk is. A családok úgy érzem, hogy ők nekünk az, aki tulajdonképpen azok, akiknek megnyertük a tetszését, mivel úgy kicsitől nagyig mindenki jól tudja érezni magát, mint nagyi, szülő, gyerek, bárki jól tudja érezni itt magát. Mondjuk nem idén, de jellemző-e, hogy külföldi vendégek látogatják a szállat? Igen, ugye a járványügyi helyzet miatt az idén ez majdnem a nullához közelít ennek a száma. Viszont jellemzően anyaországból vannak vendégeink, és vannak olyan vendégeink, akik évek óta visszajárnak, és nagyon sajnálják, hogy idén nem tudtak eljönni. De még hosszú a szezon, reméljük, hogy még az évben, még télen esetleg el tudnak jönni. Vannak viszont a belföldi vendégeink az erősebbik ág. Azoknak, akik még nem jártak itt, de el szeretnének jönni, mert felkeltettük az érdeklődésüket, még egy mondatban, milyen konyhátok van? Tradicionális székely konyha, igen. Interkontinentális? Igen, igen, tehát a konyhánk az egy tradicionális, nem székely, de helyi ízeket képviselő konyha. A helyi ízeket, valamint a környékbeli ízeit próbáljuk mi továbbvinni. Tehát a hagyományos nagymama főztje az, ami itt nálunk meg tudnak kapni a vendégeink. Hargita megye tanácsának egyik legfontosabb célkitűzései közé tartozik az, hogy a megyét egy családbarát megyévé alakítsa. Ez ugye ehhez szorosan hozzátartozik a Visit Hargitának a legújabb kezdeményezése, a Family Friendly, vagyis családbarát kezdeményezés. Hogyan született ez az ötlet? Nekünk a legfontosabb célkitűzésünk az, hogy Hargita megyének az értékeit, a turisztikai kínálatát népszerűsíteni tudjuk elsősorban és első körben a belföldi turisták számára, hiszen azt mondják a szakemberek, hogy elsőként a turizmusban a belföldi turizmus fog elindulni. Ezért volt itt ezelőtt egy héttel több mint egy tucat blogger, véleményvezér és újságíró a fővárosból, Bukarestből, és ezért mutattunk meg, habár ugye az a pár nap, amíg itt voltak, kevés volt ahhoz, hogy a teljes kínálatot megmutassuk, de pár olyan értéket és pár olyan lehetőséget, ahová érdemes ellátogatni a bárkinek, mert szeretettel fogadják a Hargita megyei turizmusban dolgozók, életre szóló élményeket tudnak gyűjteni, és emellé hozzátársul az is,
hogy családbarát szolgáltatásokban részesülhetnek az ide látogatók. Azért fontos ez, mert azt látjuk, hogy az embereknek a percepciója megváltozott azzal kapcsolatosan, hogy hogyan választanak turisztikai desztinációt, amikor a szabadságokat, a szabadidejüket szeretnék megfelelő pihenéssel, nyugodtsággal eltölteni. És a biztonság, illetve a családbarát szolgáltatások prioritást élveznek a választások között. Fontos megemlítenem, hogy első körben 52 szálláshely vendéglő kapott családbarát minősítést, amit a Hargita Fejlesztési Társulás és a Megye Önkormányzat közös munkacsoportja kritériumrendszere alapján és felhívása alapján jelentkeztek eddig. De mi azt szeretnénk, hogy a továbbiakban még többen és egyre többen jelentkezzenek, és hadd próbálják meg és próbáljuk meg a turisztikai szolgáltatásokat úgy átalakítani, ha még nincsenek meg és nem felelnek meg ezeknek a kritériumoknak, hogy valóban a családok számára jelentsenek egy nagyon jó és nagyon széleskörű szolgáltatás csomagot, ahol nem csak jó élményeket és jó élményeket kaphatnak és gazdagodhatnak az emberek, hanem megvan a család minden tagja számára, és együtt a családnak közös foglalkozás, közös idő eltöltésre lehetőség, és ez jó érzéssel tekintsenek majd vissza, és kívánkozzanak vissza ide Hargita megyébe. Milyen egyéb népszerűsítési formákat tudnak alkalmazni? Hát ezelőtt 2 évvel elindítottunk egy megyei szintű telefonos alkalmazást, turisztikai alkalmazást, a Visit Hargitát. Ez elérhető, ez folyamatosan bővül, ez folyamatosan kiegészül, felkerülnek az újabb és újabb kínálatok, újabb és újabb szolgáltatások, lehetőségek. Most folyamatban van egy olyan kezdeményezésünknek a megvalósítása, amivel Hargita megye településeinek minden utcáját a Google Street View, tehát az utcakép térképre fel fog kerülni. Az autó most is valamelyik térségben éppen filmezi és fotózza az utcaképeket. Ez is egy olyan lehetőséget teremt, hogy még mielőtt ide jönnének, meg tudják nézni, hogy bizonyos településeken, bizonyos utcák, címek, ahol a panziók vannak, hogyan néznek ki. Tehát ők virtuálisan már be tudják járni Hargita megyét, és ez is egy pluszt tud hozni. Mi azt látjuk, és ezt tapasztaljuk, és ezt mondják a turisztikában érdekeltek, hogy az elmúlt 6 hónapban vagy teljesen, vagy pedig részlegesen meg kellett a tevékenységüket szüntessék. Nem kapnak, nincsenek bevételeik, nincs jövedelmük. Mi abban tudunk segíteni, hogy amikor a turizmus elindulhat, akkor mi feltesszük Hargita megyét Bukarestben és a Romániában élő embereknek a turisztikai térképükre. Legyen ott, amikor választanak turisztikai desztinációt, amikor választanak olyan helyeket, amit meg szeretnének látogatni, akkor legyen ott egy pozitív kép Hargita megyéről, és vegyék számításba a mi megyénket. Jöjjenek ide, tapasztalják meg azokat az egyedi élményeket és egyedi látványosságokat, természeti kincseket és lehetőségeket, amit tud nyújtani ez a megye, maradjanak itt minél többet, hagyjanak itt minél több pénzt, és jöjjenek vissza minél többször, és az sem baj, ha minél több embernek népszerűsítik, és a jó hírünket viszik. Ennyi volt már az aktuális, köszönöm szépen a figyelmüket, köszönöm, hogy velünk tartottak. Jövő héten újra jövünk. A viszontlátásra!